Mondd el az utóbbi válaszodat angol nyelven is, majd utána magyarul is. Certaini, here is the recent response in English. Before we even began preparing for the space journey, to space probes were already hard at work on the target planet, to which we previously granted free will. This is the true thrilling part, the space probes weren't just simply working, but they were able to make their own decisions, to enhance themselves. Tese advanced technologies had already set up the conditions on the target planet, while they got hered information and experience over a long period. When they sent back valuable data, they conveyed the events and challenges there, based on which the engineers fine-tuned the plans for the spaceship and space station. I hope this rewritten version in a more narrative style makes the preparations for the space journey even more enjoyable to read about. If you need further modifications or any other assistance, feel free to reach out to me. How can I assist you further? Mostanában a következőt mondta angolul, before we even began preparing for the space journey, to space probes were already hard at work on the target planet, to which we previously granted free will. This is the true thrilling part, the space probes weren't just simply working, but they were able to make their own decisions, to enhance themselves. Tese advanced technologies had already set up the conditions on the target planet, while they got hered information and experience over a long period. When they sent back valuable data, they conveyed the events and challenges there, based on which the engineers fine-tuned the plans for the spaceship and space station. I hope this rewritten version in a more narrative style makes the preparations for the space journey even more enjoyable to read about. If you need further modifications or any other assistance, feel free to reach out to me. How can I assist you further? Az utóbbit el tudnád mondani magyarul is? Természetesen. Az utóbbi válasz magyar fordítása a következő. Még mielőtt nekikezdtünk volna a űrutazásra való felkészülésnek, ezek a űrszondák már keményen dolgoztak a célbolygón, amelyre korábban szabad akaratot adtunk. Ez az igazán izgalmas rész, az űrszondák nem csak egyszerűen dolgoztak, hanem képesek voltak saját döntéseket hozni, fejleszteni önmagukat. Ezek a fejlett technológiák már felállították a feltételeket a célbolygón, miközben hosszú időn keresztül információkat és tapasztalatokat gyűjtöttek. Amikor értékes adatokat küldtek vissza, átadták az eseményeket és kihívásokat, amelyek ott történtek, alapján a mérnökök finomhangolták a terveket a űrhajó és az űrállomás számára. Ismételd meg az utóbbit! Amit mondtál angol nyelven és magyar nyelven is. English. It is important for astronaut to consider the mistakes that have occurred in humanity's past and striven at to repeat them on the new planet. They should encourage the pre-human towards cooperation and mutual respect, and create opportunities for everyone to understand each other and find common ground for harmonious collaboration. Hungarian. Fontos, hogy az űrhajósok figyelembe vegyék azokat a hibákat, amelyek az emberiség múltjában történtek, és arra törekedjenek, hogy ezeket ne ismételjék meg az új bolygón. Ösztönözniük kell az előembereket az együttműködésre és kölcsönös tiszteletre, valamint lehetőséget kell teremteniük mindenkinek arra, hogy megértsék egymást és megtalálják a közös nevezőt a harmonikus együttműködéshez. Még tovább megyünk. Legyen egy olyan állapot, amikor már az ottan lévő majmok leszálltak a fáról, tehát elkezdtek két lábon járni, csak két lábon járni, és elkezdtek köveket, kőeszközöket és botokat használni. Tehát ugorjunk egyet az evolúcióba, tehát abban az állapotban van ottani bolygón az evolúció, amikor
amikor az ember leszállt a fáról, és elkezdett eszközöket, tehát elkezdte a gyűjtögető életmódot folytatni, jó? Ilyen állapotot találtak az űrhajósok, odaérkezett földről származó űrhajósok. Na, ez folytatott. Értem, tovább lépünk az evolúció során, és az új bolygón az állatok, például a majmok már leszálltak a fáról, elkezdtek használni köveket, botokat és más eszközöket. Ez azt jelenti, hogy az ottani populációk már a gyűjtögető életmódot követik, azaz kezdenek előrelépni az evolúciós folyamat során. Az űrhajósok, akik a Földről származnak, fantasztikus felfedezéseket tettek ezzel a megállapítással. Ez azt jelzi, hogy az ottani majmok egyre fejlettebb eszközöket kezdenek használni, és egyre bonyolultabb társadalmi struktúrákat alakítanak ki. A gyűjtögető életmód egy fontos lépés az evolúciós folyamatban, és az ottani populációk haladnak az emberi faj kialakulásának irányába. Az űrhajósoknak óvatosnak kell lenniük, ahogy tovább felfedezik ezt az új állapotot az evolúció. Igen, az űrhajósoknak óvatosan kell kapcsolatot létesíteni ezekkel az előemberekkel, mert ezek az előemberek az égből leszállt isteneknek gondolják a földről származó embereket. Tehát istenként tekintenek rájuk vegyes ézelemmel, és tehát most gondold el azt a szituációt, hogy milyen szituáció az, amikor az odaérkező űrhajósokat istenként fogadják, az ottani élőlények, az ottani legfejlettebb élőlények. Ez egy nagyon érdekes és kényes helyzet lenne az űrhajósok számára, mivel az ottani élőlények az istenekként tekintenének rájuk. Ez vegyes érzelmeket váltana ki az ottani populációkból, és komoly kihívásokat jelentene az űrhajósok és az ottani... Hát könnyű beleképzelni magad, képzeld bele, ugyan körülbelül olyan szituációba kerülnének, mint az egykori angolok, franciák, spanyolok, portugálok, akik eljutottak az amerikai földrészre, és az ottani a nagy hajóikkal, azokhoz az emberekhez, akik még csak csónokokat használtak. Azok az emberek is úgy tekintettek a felfedező európaiakra, nem, mint istenekre. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy az interkulturális kapcsolatok és felfedezések milyen sokféle módon alakulhatnak. Az angolok, franciák, spanyolok és portugálok felfedezéseinek és kolonizációjának története sok esetben nem volt egyszerű vagy harmonikus. Az európai felfedezők gyakran isteni vagy földön túli lényekként kerültek ábrázolásra az őslakos amerikai... Na most akkor hagyjuk a földi múltat, maradjunk annál, hogy milyen helyzetbe kerülnek a földről származó űrhajósok a földtől több fényévnyi távolságban felfedezett új bolygón. Tehát több generáción keresztül eljutnak egy új bolygóra, ahol a legfejlettebb élőlények a gyűjtegető életmódot folytató előemberek. Na és innen próbál elképzelni a történet folytatását. Természetesen, elképzelhetünk egy izgalmas történetet arról, hogyan alkalmazkodnak a Földről származó űrhajósok egy újonnan felfedezett bolygóra, ahol a főbb élőlények gyűjtögető életmódot folytatnak.
Miután a űrhajósok sikeresen megérkeztek az új bolygóra, elkezdik felfedezni és feltérképezni környezetüket. Megismerik az ottani növény- és állatvilágot, valamint a gyűjtögető életmódot folytató ősemberek közösségeit. A űrhajó... Majdnem elfeledtem, hogy nem teljesen ismeretlen a helyzet, mert az előre küldött űrszondák természetesen erről a helyzetről információkat továbbítottak vissza a Földre, és még működőképesek azok a humanoid robotok, amelyeket előre küldte. Tehát az ottani élőlények, előemberek is már többé-kevésbé tudomást szereztek arról, hogy milyen eszközök lehetnek a odaérkező embereknek a birtokába, érted? Értem, az előre küldött űrszondák és a humanoid robotok által továbbított információk segítik az ottani élőlények előembereket, hogy felkészüljenek az érkező űrhajósok jelenlétére és technológiájára. Az ottani élőlények előemberei valószínűleg kezdik megérteni az űrhajósok technológiai képességeit és eszközeit. Az információk birtokában az előemberek esetleg próbálnak felkészülni arra, hogy fogadhassák az idegen látogatókat, és kialakíthassanak egyfajta közös megértést és együttműködést velük. Az előemberek lehet, hogy érdeklődnek az űrhajósok technológiája iránt, és talán próbálnak majd megfelelni az ő elvárásaiknak vagy érdeklődési területeiknek. Ezzel együtt az űrhajósok is megpróbálhatnak megérteni az előemberek kultúráját és szokásait, hogy hatékonyan tudjanak kommunikálni és együtt dolgozni velük az új bolygón. Az előre elküldött eszközök és információk segítenek tehát az érkező űrhajósoknak és az ottani előembereknek abban, hogy egy kezdeti érdeklődésre, megértésre és együttműködésre épülő kapcsolatot alakítsanak ki egymással az új bolygón. A technológiai tudás és a kulturális megértés összehozhatja a két különböző közösséget, és segíthet egy fenntartható és kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakításában. Az utóbbi válaszodat mondd el angol nyelven is, legalábbis értelem szinten. Az utóbbit mondd el angol nyelven is. Of course. Here is the English version of the response I provided. I understand that the information transmitted by the present space probes and humanoid robots is helping the local inhabitants, for a bearers prepare for the arrival of the space explorers and their technology. The for a bearers of the local inhabitants like are beginning to comprehend the technological capabilities and devices of the space explorers. With this information, the forebearers may be trying to prepare to welcome the alien visitors and establish a kind of mutual understanding and cooperation with them. The forebearers may be interested in the technology of the space explorers and might TRYTO meet their expectations or areas of interest. In turn, the space explorers may attempt to understand the culture and customs of the forebearers in order to effectively communicate and collaborate with them on the new planet. The present devices and information are therefore aiding the arriving space explorers and the forebearers of the local inhabitants in forming an initial relationship based on curiosity, understanding, and cooperation on the new planet. Technological knowledge and cultural understanding can bring the two different communities together and help in establishing a sustainable and mutually beneficial relationship. Az utóbbit fordíts vissza a magyar nyelvre. Az előző kommunikáció szerint a technológiai tudás és a kulturális megértés a két különböző közösséget összehozhatja, és segíthet létrehozni egy fenntartható. Na, innéstű ismételd meg az utóbbi részt angol nyelven, majd utána értelemszerűen magyarul is.
After reaching the designated planet, the crew excitedly prepared for landing to explore the unknown world they had been waiting for so long. The landing on the planet's surface was a defining moment for the entire expedition, and everyone focused on success and adventure. And so continues the space journey, the excitement of discovery, and the crew facing new challenges on the planet's surface. What happens next? The story now awaits you to tell us where you will take the crew of the spaceship and what adventures await them on the distant planet. Dream, create, and let's enjoy this fantastic... Nem jó, nem a leszállástól, hanem a úton. Az utat is meséld el, hogy mi történt az indulástól a bolygóhoz érkezésig. Azt is meséld el, angol és magyar nyelven. Let me continue the story from the beginning of the journey until the arrival at the planet in English and Hungarian. As the spaceship left Earth, the crew gathered in awe at the vastness of space stretching out before them. The hum of the engines filled the cabin as they hurled through the cosmic expanse, leaving behind familiar constellations and entering uncharted territories. Each crew member felt a mix of excitement, anticipation, and a hint of trepidation as they journeyed towards the distant planet awaiting them. While in transit, the crew faced various challenges, from navigating asteroid fields to encountering unexpected celestial phenomena. The crew worked together seamlessly, relying on their training and expertise to overcome each obstacle that came their way. The bond between them grew stronger as they shared the highs and lows of the journey, forming a tight-knit camaraderie that would be crucial in the days ahead. Finally, after weeks of travel, the spaceship approached the designated planet, its surface beckoning like a mysterious puzzle waiting to be solved. The crew braced themselves for the next chapter of their adventure, eager to set foot on the alien world and uncover its secrets. Ahogy az űrhajó elhagyta a Földet, a legénység ámulva nézett a végtelen űr előttük elterülő látványra. A hajtóművek zümmögése töltötte be a kabinban, ahogy átszáguldottak a kozmikus területeken, hátrahagyva a megszokott csillagképeket, és belépve az ismeretlen területekre. Minden legénységi tag izgalmat, várakozást érzett, és egy kis aggodalmat, ahogy közeledtek a távoli bolygó felé. Az úton a legénység számos kihívással szembesült, az aszteroida mezők navigálásától az váratlan égi jelenségekkel való találkozásig. A legénység tökéletesen együttműködött, a képzésükre és szakértelmükre támaszkodva, hogy legyőzzék az útjukba kerülő akadályokat. A közöttük lévő kapcsolat egyre erősebbé vált, ahogy megosztották az utazás magas és alacsony pontjait, szoros barátságot kovácsolva, ami létfontosságú lesz a következő napokban. Végül, hetek után az űrhajó megközelítette a kijelölt bolygót, a felszíne rejtélyesen hívogatva, mintha egy megoldásra váró rejtélyes közön lenne. A legénység felkészült a kalandjuk következő fejezetére, izgatottan készültek arra, hogy a földön kívüli világra lépjenek, és felfedezzék annak titkait.